Jó napot kívánok, kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket Sínyőről. Másodperceken belül kezdődik a Nyíregyháza Spartacus Dorog összecsapás. A Dorognál Borsos, Sztojka, Keresztes Gyurác, Pap, Lénárt, Magyari Albert, Kálász Parna és Víkez, Máriás Luka csapata, míg a Nyíregyházánál Fejér Szokol, Baki, Gengericki, Jánvári, Márkus, Sigér, Farkas, Gresó, Pantovics és Novák, Huszák, Géza a vezetőedző. A kezdőkörben pedig Támba Csenge, és az egyik kedvenc játékosától, Baki Ákostól vehet át egy meszt, Isten éltesse 12. születésnapja alkalmából. Gresó gyűjtheti be ezt a labdát, Pantovics várná középen, ez is jó, Novák felé, és Farkas vendegúz. A második perc, rögtön egy nagy helyzet, Gresó beadása után Farkas Bendegúz lőtt. Az első helyzet tehát. Nagy adok kapok ott a pálya közepén, egyelőre senki nem tudja megtartani a labdát, aztán most egy lövés Albert Ádámtól, amit biztosan fogott Fejér, mindez a 8. percben. Most Szokol indul be. Novák fejjel, óriási védés! Hú, mekkorát védett Borsos! Ez is egy nagy helyzet. Sigér. Kapja vissza, ez ügyes. Sigér elvállalja, mellé. 23. perc. Fejér Bélának kell nagyot védenie. Ilyen a szöglet, és ott a lövés! Baki volt az, és újabb szöglet. Ez megint egy nagyobb helyzet. Érkezik a beívelés, ott a fejes! Jánvári! Kevés hiányzott, ahogy csapódott lefelé a labda, látszott, hogy Borsos nem ér hozzá, nem éri el. Óriási védés. Fejér tolta ki, de közben még nem múlt el a veszély. Most már igen. Szóval Fejér tolta ki Lénárt próbálkozását a 43. percben. Ez gólszerzési lehetőség volt a vendégek előtt. Magyari. Nem volt ez egy rossz kísérlet, innen azért látszott. Hopp, ott a fejes, és egy óriási védés. Ez nagy helyzet volt, Víg Ádám bólintott, és óriási bravúr Fejértől. Pekár, mondom, megpróbálta kapura lőni, nem sikerült. Pekár, laposan, hatalmas kapufa! Azt a mindenit! A jobb oldali lécről pattant ki a labda, aztán Ramoszollózik, és szabad rúgás lesz kifelé veszélyes játék miatt. Jön a szöglet. És ott a fejes, és vezet a Dorog. A beadás után Keresztes Krisztián a gólszerző a 85. percben. Jön a beadás, Márkus fejeli le, és Márkushoz kerül vissza, ott a lövőhelyzet, Márkus! Borsos fogja meg, lefújja a játékvezető, 1-0-ra megnyeri a Dorog ezt a találkozót a 85. percben. Keresztes fejelt a kapuba.